Bizonytalan válogatás, majd gyors döntés, 3 darabbal bővül a ruhatár. Rengetegen voltak a budapesti bevásárlóközpontban vasárnap. Az üzletek egy kuponos akció miatt voltak nyitva. A kötelező vasárnapi zárvatartást azóta eltörölték. Az mégsem biztos, hogy ugyanezek az üzletek a következő vasárnap is kinyithatnak. A munkatörvénykönyve szerint, ha az alkalmazottak beosztása változik, azt velük 7 nappal korábban közölni kell. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz áthidalni egyik pillanatról a másikra, hiszen ebből a 7 napos határidőből már kicsúszott mindenki. Ezen kívül az önkormányzatnál is be kell jelenteni, ha módosítanak a nyitvatartáson. Mindehhez viszont meg kell várni, hogy a törvény hatályba lépjen. Ehhez Kövér László házelnök és Áder János köztársasági elnök aláírása kell még. Ezután jelenhet meg a törvény a közlönyben, ekkortól hatályos a jogszabály. Ezek szerint most vasárnap még kár lenne elindulni vásárolni. A Híradónk által megkeresett nagyáruházak többsége egyelőre még nem döntötte el, hogy visszaállítják-e az állandó vasárnapi nyitvatartást, de olyan is van, amelyik szeretne minél hamarabb újra nyitva tartani a hét minden napján. Az Osannál és a Tesco-nál azt mondták, hogy még vizsgálják a törvénymódosítást. A Spár szerint nem lesz az összes üzletük nyitva vasárnap, csak a forgalmasabbak, például a belvárosban vagy az idegenforgalmilag frekventált helyen lévők. A CBA-k többségét vállalkozók üzemeltetik, így a nyitvatartásról is ők döntenek. Az IKEA is átgondolja áruházaik nyitvatartási idejét, de azt írták, amint lehet, szeretnének mindenhol újra kinyitni vasárnap is. Rikító cipők a polcon és az eladón. Itt a jó idő, sokan jönnek futócipőért ebbe a sportáruházba. Az ügyvezető azt mondta, a pótlékok miatt sok kollégájuk már kérte, hogy amint lehet, vasárnap is dolgozhasson. Már az első jelentkezőink meg is vannak, tehát nagyon sok írásos e-mailt kaptam már, amiben a dolgozók kifejezetten jelentkeznek a hétvégi munkára. Fotókönyvhöz válogatják a képeket egy budapesti üzletben. A tulajdonos azt mondta, ha tudna, ő is minél hamarabb újra kinyitna vasárnap is. Szeptemberben és decemberben felmondott 2 kollégám, helyükre nem vettem fel új munkavállalót. Most el kell gondolkodnom, hogy az átszervezések után kell-e új kollégát felvennem. Az újranyitást nem várja mindenki ennyire. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke szerint a dolgozók tiltakozásra készülnek. A dolgozók többsége korábban nagyon sokan féltek, hogy elveszítik a pótlékokat, hogy elveszítik az állásokat. Nem tudtuk, mi lesz a következménye. De ma egyértelmű az álláspont, hogy jobb, ha így van, hiszen így legalább egy biztos a kisbér mellett, hogy van egy általános pihenőnap, ez pedig a vasárnap. A szakszervezet szerint a dolgozók már most is túlterheltek, ezért több időt kellene hagyni, hogy új embereket tudjanak felvenni az újranyitás előtt.